Jó napot kívánok, Dési János vagyok, örülök, hogy ma is velünk tartanak. Nagy Erzsébet a PDS képviselője, választványi tagja van itt velünk. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! És úgy fest a parlament, hogy gyakorlatilag csont nélkül elfogadja azt az úgynevezett törvényt a pedagógusok életpályájáról, amelyet önök bosszú törvénynek is szoktak nevezni. Korábban elhangzott, hogy meglehetősen sok pedagógus akkor megfontolja, hogy ott hagyja a pályát, a szakmáját, hogy esetleg ott is hagyja tudnak-e valamit, látnak-e valamit, számot, adatot, hogy, hogy mégis mi várható? Igen, hát látjuk, hogy nem csak fontolgatják, hanem ténylegesen meg is lépik azt, hogy elhagyják a munkahelyüket, mégpedig elég sokan rendkívüli lemondással. Ezt onnan látjuk, mert hogy ez rendszerint egy olyan jogviszony megszüntetési forma, amihez azért jogászra szükség van, mert hiszen ez jár a legtöbb pénzzel. És ezt nem szokták általában a munkáltatók elismerni, hogy ők súlyos, vétkes, kötelezettségszegést követtek el, azzal, hogy például nem fizettek ki eseti helyet erre hivatkozva pedig a kollégák megszüntethetik rendkívüli lemondással a jogviszonyukat, úgy, hogy dupla végkielégítés jár, és még ráadásul a felmentési időre a távoléti díj is. Ez akár két évnyi fizetést is ki tud tenni, és hát ilyen ügyekkel van tele, most a jogsegészolgálatunk, úgyhogy mondta is az ügyvédünk, hogy az összes, az összes gyakornok, mindenki be van vetve ebben a témában, mert hát ezek azért eléggé bonyolult szertágazó ügyek, és rengetegen vannak, akik jelzik, hogy ilyen módon megszüntetnék a jogviszonyukat, főleg azok után, hogy kiderült, hogy az egyeztetéseket követően még belenyúltak a státusz törvény tervezetébe, és az eredetileg megígért Felmentési díjakat, tehát azok számára, akik nem fogadják el a státusz törvény alatti foglalkoztatást, azt is rendesen megnyírbálták, tehát bonyolultabbá tették a jogviszony alólé kimenekülést, úgyhogy elég sokan választják azt a módozatot, hogy már a törvény hatályba lépése előtt elmennek hogy pontosan hányan vannak, arról nincs korrekt információnk, azért, mert vannak olyanok, akik már bejelentették nekünk, hogy ők már elhagyták a pályát, tehát azok az ötezrek, akik jelezték előzetesen, hogy megszüntetnék a jogviszonyukat, amennyiben hatályba lép a státusztörvény, azok közül már többeknél ez múlt időben mondható, tehát már meglépték azt, hogy ott hagyták az állásukat. És hát persze nagyon sokan jelzik azt is, a maradók, hogy most az a probléma, hogy megszüntetnek csoportbontásokat, illetve összevonnak osztályokat, tehát megpróbálják az intézményvezetők a még megmaradó kollégákkal elindítani a tanévet, és ez nagyon sok helyen nem fog sikerülni. Tehát ezt igen, igazából igen. majd összenlátjuk. látjuk. Igen, ezt erre mutatnak jelek, hogy kevesebb pedagógussal próbálnak megoldani ugyanannyi feladatot, hiszen emelik az keretet, hiszen majd több túlmunkát fognak ö, megoldani, és hát, hogy hosszabb távon is hasonlókra képz, kép, készülnek, mutatja, hogy például az ovónőknél, az ovónőknél, igen, ö, ott például nem lesz szükség felsőfokú végzettségre hamarosan, hanem gyors talpalóval ki lehet majd képezni ovónőnek bárkit. Igen. Kijött most a végrehajtási rendelet tervezete, amelyet lehetett véleményezni. Persze erre is csak nagyon rövid határidőt szabtak, és nagyon nehezen elérhető oldalom volt, de ennek ellenére nagyon sokan véleményezték tudomásom szerint, és abban szerepel így eldugva a táblázatokban. Hogy egy, gyakorlatilag egy technikumi végzettséggel lehet úgynevezett óvodai nevelő végzettséget kapni. Na most azt nem lehet még tudni, hogy az óvodai nevelő az pontosan mit akar, az óvónő helyet akarják bevetni, vagy pedig ez valamiféle magasabban képzett pedagógiai asszisztens, de minden esetre már megágyaztak annak végrehajtási rendeletben, hogy csak négy órára legyen szükség, óvodapedagógusra pedagógusra egy adott csoportban nem a teljes nevelési időre, tehát nyitástól zárásig hanem hát délután felügyeletre már be lehet küldeni ezt, azt, amaszt, hogy oldják meg a gyerekeknek a felügyeletét, de nem a fejlesztő foglalkozását. Ez láthatóan nem annyira érdeke a kormánynak, mint ahogy egyébként úgy tűnik, hogy az oktatásban sem, hiszen engedik el sorba azokat a kollégákat, akiknek a helyére nem lépnek új kollégák, tehát a fiatalok nem választják egyrészt a pedagógus pályát, főképpen nem a viszonylag nehezen elvégezhető természetű, tudományos szakokat, és ha valaki véletlenül ott végez is, általában nem megy el tanítani. Hát igen, lehet, hogy meg lehet oldani az óvodások felügyeletét egy dadussal is délután, de mondjuk kémiát vagy fizikát tanítani mégsem szerencsés, ha a pedellust küldik be, bár ilyen már az én időmben is, be is volt példa ilyenre. Igen, és egyre gyakrabban van ilyen, sőt olyan információt is kaptunk néhány intézményből, hogy már nem tudták beküldeni a pedagógiai asszisztens sem, mert egyébként azokból is igen kevés van az iskolákban, sőt a törvény 250 főre ír elő csak egy fő pedagógiai asszisztens státusz, ez is nevetséges és hát bizony előfordult már, hogy takarítónőt küldtek be órára felügyelni, vagy aki éppen arra járt, aki éppen ráért a dolgozók közül, hát nyilván azért, hogy egyáltalán valamiféle rendet fenntartson, de hát ilyenkor azért tanításról nincs szó. Na jó, de ott van egy átlagos középiskola, és nincs kémia, meg mondjuk fizika tanár. Ez már nem egy akkora ritkaság, ma sem persze. És Sőt, akkor... most már az a ritkaság, hogyha van. Tehát, hogyha nem valahonnan átjár, vagy nem több munkahelyen dolgozik az adott szakos tanár, és egyébként az a probléma, hogy akkor hozzá kell igazítani a teljes órarendet, és nagyon sok esetben meg kell szüntetni olyan tanórán kívüli tevékenységeket is, amire hát szükség volna az adott szakosra. Például nekem volt nagyon régen ilyen, hogy etológia szakkör, már sok éve nincs ez a szakkör a biológiát érdeklők számára, Na most ilyen luxusra már nincs lehetőség az iskolákban. Uh, igen, hát tényleg ez rettentő nagy luxus lenne. És azért látszik, hogy volt egy roham az elitiskolák ellen is, ahonnan elitiskolákból, elitgymnáziumból jó sok tanárt kirúgtak, és egy másik tendencia, vagy hasonló tendencia, hogy hogyan lehet átadni az egyházaknak például iskolákat, és akkor legyen többet ez az ő gondjuk. Igen, ezt is lehet látni, tehát van egy olyan tendencia, hogy nagyon úgy tűnik, hogy az egyházaknak kívánnak átjátszani az elitoktatást, csak hát az a probléma, hogy bizonyos hát testületek ott is nem igazán tudnak ennek a feladatnak hát úgy feladattal megbirkózni, helytállni. Hát itt láthatjuk, hogy bizonyos rendeknél még az is probléma, hogy normálisan működjenek. Hát tudunk olyan felekezetről, ahol most már konkrétan a pápa indított vizsgálatot. Igen. Bár hát azt hiszem, ott nem pedagógiai, nem inkább pénzügyi gondok támadtak a pedagógiai Igen. Pedagógiai, pedagógiai problémák is felmerültek egyébként, de én azért nem szeretnék ebbe belemenni, mert nem tudom, hogy jelen pillanatban hol tartanak az ezzel kapcsolatos vizsgálatok. A vita egyik része a munkakörülmények voltak, hogy mekkora tanszabadság van, és egy fontos része, hogy mekkora fizetést kapnak a pedagógusok. Na most valamivel úgy tűnik, mintha kiszúrnák talán, meg, bocsánat, a szemüket, de hát ez a szóba került 10%, ez az infláció felénél is kevesebb. Egyrészt ez a probléma, másrészt pedig még ez a 10% sincs sehol leírva. Tehát ha a 10%-ot elérünk azzal, hogy mindenkinek fel kell hozni ebben a bizonyos státusztörvényben az alsó határokra a fizetését, ami ilyen brutó fizetéseket jelent, mint hogy 400 ezer forint, 410, illetve 430 ezer forint, de a szakmai ágazati pótlékkal együtt, hát akkor ez azért eléggé siralmas. Ez nem teszi a pedagógus pályát vonzóvá. És hát egyébként a gyakornokok esetében, ahol szintén volt az unió felé a kormánynak egy vállalása, tehát hogy a kezdő fizetéseket jelentősen növeli, hát az, hogy 300 191.700 forintról fölemeli 400.000-re a fizetést, hát azért az nem nevezhető talán jelentősnek. Hát különösen, hogyha jól emlékszem a KSA utolsó adatára, akkor az egy ilyen 550-560 ezer forintos bruttó átlagos bért jelentett. Tehát, hogy ez még bőven az átlagbér alatt van mindig. Bőven az átlagbér alatt van, így van, pontosan. És hát egyébként az is egy meglehetősen megalázó vállalás, de nagyon úgy néz ki, hogy ennek sem fog a kormány eleget tenni hogy a pedagógus béreket a felsőfokú végzettségűek átlagbérének 80%-ára kell felhozni. Azért ez is egy kicsit érthetetlen számunkra, hogy miért pont csak a 80%-ára. De egyébként a mostani bejelentésekkel együtt ez is egy gyakorlatilag vágyáló marad. Itt most hosszan soroltuk az elmúlt 10 percben, hogy milyen gondok vannak, azért úgy tűnik, hogy a kollégái többsége, bár voltak tiltakozások, tüntetések, aláírásgyűjtések, sztrájkok és a többi, de hát ha nem is örül ezeknek a dolgoknak, de minimum beletörődik, vagy beletörődött. Én azt látom, hogy a, hogy a, többsége egyáltalán nem arról van szó, hogy okvetlenül beletörődött, mert azért nagyon sokan jelezték egyet nem értésüket, tehát amikor egy a hangos felhívásra azért viszonylag hamar összejön több mint 30 ezer aláírás, azért az azt jelzi, hogy, hogy, itt azért hát elégedetlenség bőven van, csak azt látják nagyon sokan, és hát bőven láthatják is egy több mint másfél éves szájk folyamat nyomán, hogy a kormány egyszerűen nem figyel oda arra, arra, hogy a pedagógusok mit mondanak, mit akarnak, milyen problémát jeleznek, de nem figyelnek oda a szülőkre és a diákokra sem és egyszerűen azt veszik tudomásul, hogy hát egy ilyen kormányan állunk szembe, amelyik akkor is keresztül viszi az akaratát, hogyha azzal nagyon sokan nem értenek egyet, és hát szerintem ennek az lesz a következménye, hogy aki lehet, vagy aki meg tudja oldani, elhagyja a pályát, az újak nem jönnek be, és egyszerűen a helyzet, a, a kényszer, tehát a, a szakember hiány fogja majd a továbbiakat meghatározni, a kormány további lépéseit is ezért a kormány felelős, tehát hogyha itt a későbbiekben nagyon súlyos helyzet áll elő, már pedig a súlyos helyzet ez egyébként már most jelen van, csak nem tudom, hogy még minek kell ahhoz bekövetkeznie, hogy a kormány is ezt annak értékelje, azért mindenképpen ők a felelősek. Én úgy gondolom, hogy már most is nagyon súlyos a helyzet azzal, amiről az imént beszéltünk, hogy nagyon sok gyerek nem látott még élő fizika, élő kémia tanár, de élő idegen nyelv tanár sem egyébként okvetlenül olyat, amelyik azt a nyelvet tanulta, és arra képesítették, amilyen órára bemegy. Szóval én nem, nem tudom ténylegesen, meddig kell még lecsúszni az oktatás színvonalának ahhoz, hogy a társadalom egészen felálljon, és azt mondja, hogy ezt már nem akarom, illetve a gyerekem jövőjéről, életéről van szó. Mert itt nem csak a pedagógusok a szereplők, hanem szereplők a diákok, és leginkább a szülők. Biztos sokan felhozzák most önöknek, Magyar Szakszervezeti Vezetőknek Románia példáját. Igen. Ahol Egyetem három hétig... Há három hétig érettségi időszakban, fölvételi időszakban azt mondták a tanárok, hogy jó, akkor sztrájkolni fogunk, és végül is engedtek nekik. Igen, és 70 uk részt vett a sztrájkban. Persze azt is kell ehhez látni, hogy Magyarországon a magyar kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy látható sztrájkot ne tudjunk szervezni. Romániában a sztrájk nem olyan, hogy a sztrájk alatt tanítani is kell. Nem kell olyan jellegű felügyeletet sem tartani, hogy azáltal nem lesz észrevehető a sztrájk. Azért ezt is hozzátenném. Jó, bocsánat, hogy, bocsánat, hogy közbevágok, de hogyha mondjuk, mert most itt már ilyen a törvény, ezzel nincs mit kezdeni, ha mondjuk a pedagógusok 70% egy úgynevezett polgári engedetlenségbe vett volna részt, akkor mindenkit nem lehetett volna kirúgni. 70%-nyi tanárt nem lehetne kirúgni. Van, van. Ez így van, de egyébként a román kollégák sem szerveznének olyan jellegű sztrájkot, ami nem hivatalos, ami nem törvényes. Tehát szakszervezet nem szervezhet polgári engedetlenséget, ezt azért kell tudni, és amikor erről beszéltünk egyébként az, az európai kollégákkal, mert hát volt jó pár ilyen összejövetel, ahol kitárgyaltuk ezt a kérdést, amikor előkerült a polgári engedetlenség, akkor ők azért meglehetősen hát óvatosságra Biztattak bennünket, vagy azt mondták, hogy vigyázzunk ezzel nagyon, mert egy szakszervezet nem léphet ki. A törvényes keretek közül, még akkor sem, hogyha azok a törvényes keretek teljesen elfogadhatatlanok. De én azt mondom, hogy Magyarországon is, még most is meg lehet szervezni észrevehető sztrájkot, a szülők együttműködésével is nagyon sok helyen meg is szervezték ezt. Tudnélik, ha a szülők a sztrájk alatt nem küldik be a gyerekeiket az intézménybe, akkor hiába írja elő a törvény a felügyeletet, illetve a tanítást. Csak hát itt az a probléma, hogy nagyon sokan a kollégák közül, hát ezt most tényleg ki kell mondanunk, arra számítanak, arra várnak, hogy egy kisebbség lép a, az ő helyükben olyan, olyanokat, amivel hát el tudjuk érni az eredményeket, tehát hogy ő nekik tulajdonképpen nem kell ebben közreműködni. És hát sajnos ez bizonyosodott be, hogy nem, ez nem így van, itt mindenkinek jó lenne most már a sarkára állni. Hadd mondjak ezzel kapcsolatban csak egy rövid sztorit. 2008-ban, ha jól emlékszem, akkor voltam egy olyan nemzetközi konferencián, ahol jelen voltak bolgár kollégák, akkor éppen Bulgáriában volt egy nagy szabású sztrájk, több hétig tartott, és eredményt is értek el a kollégák, és én megkérdeztem a szakszervezeti tisztségviselőt, aki jelen volt, hogy ezt hogy intézték, hogy oldották ezt meg. És egyetlen egy szóval válaszolt, azt mondta e-mailen. Tehát így, e-mailen. igen, és akkor ez hogy is? Hát úgy, hogy megírtuk, hogy ez van, ez a feladat, ekkortól eddig tart, ezt csináljátok, és akkor a kollégák ezt betartották és megcsinálták. Nálunk azért ez is hiányzik. Nagyon bulgária. Köszönöm szépen Nagy Erzsébetnek a PDS képviselőjének viszontlátásra. Önöknek köszönöm a figyelmet viszontlátásra.